Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok, főbb témáink néhány mondatban. 60 éves a pécsi hőerőmű, emlékezés a múltra, bepillantás a jövőbe a fenntarthatóság jegyében. 40 család kapott tartós élelmiszert, folyamatosan osztja a Vöröskereszt a gyűjtött adományt. 14 pécsi tanuló lépett színpadra a Kodály Talent döntőjében, cél a tehetséggondozás. Neymar és csapattársai is segítenek a balesetet szenvedett fiú egyesületének, licitálás a mezekre. Pécs Magyarország első olyan megyei jogú városa, ahol a távfűtéshez felhasznált hőenergia teljes mértékben megújuló forrásból származik. Azonban ehhez 60 év munkája és fejlesztései kellettek, amiről csütörtökön hallhattak az érdeklődők a Pannon Hőerőmű ZRT látogatóközpontjában. Ezen kívül tudományos előadás szólt arról, miért fontos csökkenteni az emberi tevékenység, így az energiatermelés szén-dioxid kibocsátását földünk érdekében. Energiatermelés és fenntartható fejlődés. Ezzel a címmel tartott előadást az éghajlatkutató a pécsi hőerőműnél csütörtökön. A szén-dioxid mérleg, ami közvetlenül az energiafelhasználáshoz kötődik, nagyon jó hírekkel szolgált 2014 és 16 között. Látható, hogy a világ szén-dioxid kibocsátása stagnált. De 17-ben 2%-kal, 18-ban 2,7%-kal újra nőtt. Most nem ezekkel a 2%-okkal van az igazi baj, hanem azzal, hogy ha nem nevelkedne, akkor is ez 70%-kal több, mint amit a természet el tud nyelni. A szén-dioxid üvegházhatású gáz, vagyis ha a légkörben marad, akkor emeli a Föld légkörének hőmérsékletét, ami a jégsapkák olvadásához, a tengerszint emelkedéséhez vezet, illetve visszafordíthatatlan folyamatok indulhatnak el, ami a bolygó élővilágára katasztrofális hatással lesz. Ezért kell csökkenteni a szén-dioxid kibocsátást, amire a pécsi hőerőmű is törekszik. Megtörtént a tüzelőanyagváltás, beléptünk az Európai Unióba, szigorúbb környezetvédelmi normák tartoztak az erőműre, és innentől kezdve földgáz és biomassa tüzelésre álltunk át. Ez egészen 2013-ig folyt, amikor is szinte 100% biomassa, azaz megújuló energiaforrás alapúra helyeztük az erőmű üzemét, ezzel szén-dioxid mentesítettük az erőmű tüzelőanyag fajtáit. A hőerőmű tovább halad ezen az úton, mondja vezérigazgató. A Mecsek Mix nevű tüzelőanyagot most kezdtük el december hónapban hasznosítani az erőműbe. Ez egy tulajdonképpen egy régióban keletkező olyan tüzelőanyagfajta, amely a hulladékfeldolgozásnak egy olyan terméke, amely csak és kizárólag tüzelési célú tüzelőanyagot biztosít számunkra. Ezzel elindultunk a körkörös gazdasági modell egy újabb növekvő eleme felé, amikor is a régióban keletkező további tüzelőanyagokat hasznosítjuk a régió energia hordozóinak felhasználásával. Idén 60 éves a pécsi hőerőmű. Ebből az alkalomból tartottak előadásokat a Zöld Zóna látogatóközpontban. Itt bemutatták, hogyan lett a hajdani szénerőműből Közép-Európa legnagyobb biomassa tüzelésű energetikai létesítménye. Ma 31.500 lakásnak és 460 közintézménynek biztosítják a távfűtéshez szükséges hőenergiát. Örökzöldekkel védik a pécsi adventi vásár területét. A pécsi rendőrkapitányság részéről érkezett a kérés a Biokon felé, hogy a Széchenyi teret látogató állampolgárok biztonsága, illetve az egyéb nem vált rendkívüli események megelőzése érdekében helyezzenek ki virágládákat. A növények a tér keleti és nyugati oldalán, valamint az Irgalmazsok utcája felől akadályozza az egyenes vonalú nagy sebességgel történő haladást. A megkülönböztetett jelzéssel rendelkező járművek, mint a tűzoltók, a rendőrök és a mentők természetesen szabadon közlekedhetnek a területen. Idén már Pécs-Kelet lakói is gyönyörködhetnek a Városrész karácsonyfájában. Az ünnepélyes átadót csütörtök délután tartották a Komját Aladár utcában. Az eseményen a pécsi Mazsorett csoport készült rövid műsorral, majd a résztvevőkkel együtt fejezték be a fenyő díszítését. A hatalmas dekoratív örökzöld a karácsonyi ünnepkör végéig látható lesz, csak úgy, mint minden városrészben. A jövőben egy fix karácsonyfa építési pontként tartja számon az önkormányzat ezt a helyet. Mint Péterfi Attila Pécs polgármestere elmondta, fontos, hogy ne csak a legforgalmasabb és leglakottabb területeken állítsanak karácsonyfát, hanem minden városrészben. Minden pécsi polgár ugyanolyan fontos a városvezetésnek, de azt gondolom, hogy egyformák vagyunk, egyenrangúak vagyunk, és ezt ki kell fejezni minden egyes alkalommal, karácsonykor is. Tehát nyilván nem elég, hogy Uránvárosban a főtéren vagy Kertvárosban van egy-egy karácsonyfánk,
szeretnénk, ha ezt Meszesen vagy Pécs keleten ugyanúgy éreznék, hogy ők ugyanolyan fontosak, mint a belvárosi polgártársaink vagy választóink. Megkezdődött az ünnepi időszak Baranyában, ezzel együtt a NAV téli akciósorozata is elindult, melyben az ünnephez kapcsolódó ellenőrzésekre számíthatnak az adózók. A hivatal munkatársai az ünnepi termékek árusítóinál és a szolgáltatóknál próbavásárlásokat végeznek, vizsgálják a foglalkoztatottak bejelentését és az értékesítésre kínált termékek eredetét, de sor kerülhet forgalomszámlálásra is. A kitelepülő kereskedőknél és vendéglátóknál a revizorok ellenőrzik az online pénztárgépek használatát, a nyugta és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást. Az ellenőrzések az esti időszakokban is folyamatosak lesznek. A NAV munkatársai a pécsi vásártérre és a főbb fenyőfa értékesítő helyekre is ellátogatnak, az év legvégén pedig a tűzijátékkereskedők is számíthatnak ellenőrzésekre. Régiségkereskedőnek kiadva magát csalt ki értéktárgyakat idősektől, ezért a pécsi járási ügyészség csalásbüntette miatt emelt vádat egy budapesti férfi ellen, aki egy idős pécsi sértettet megtévesztve csalt ki régiségeket. A vádlott 2018 nyarán lakásán kereste fel a pécsi sértettet. A férfi az idős hölgynek azt állította, hogy budapesti régiség üzlete kirakatának fotózásához keres régi tárgyakat, amiket a fotózást követően vissza fog adni. A vádlott megnyerő fellépésének hatására a sértett különböző régiségeket adott át neki, így többek között ezüst evőeszközöket, antik szobrokat, vázákat. A férfi az ország több városában tévesztett meg ezzel a módszerrel idős embereket az elmúlt években. A férfi azonban már ekkor megtévesztette a hölgyet, ugyanis ebbe azt foglalták, hogy a hölgy értékesítette számára ezeket a tárgyakat, és ki is fizette a férfi ezeknek az értékét. Ténylegesen azonban csak egy bizonyos kisebb összeg egy bérleti díjnak a kifizetésére került sor. Ezt követően a férfi a tárgyakat elvitte és értékesítette, az okozott kára 700 000 forintot is meghaladta. Az elkövetőnek a cselekménye a csalás büntetének a megállapítására alkalmas, tekintettel arra, hogy az ország különböző részén hasonló cselekményeket követel, ezért ezt üzletszerűen követel, ennek a büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés. Teltház lesz karácsonykor a szállodákban, a forgalom a tavalyinál 8-10%-kal magasabb lehet, mondta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke az MTI-nek. Fles Tamás elmondta, kimagasló lesz a foglaltság a szállodákban vidéken és Budapesten egyaránt. A vidéket a belföldi forgalom erősíti, Budapesten a külföldiek lesznek többen. Nem csak a forgalom, hanem a foglaltság is magasabb lehet a tavalyinál, tette hozzá. Évek óta jellemző, hogy a magyarok és a külföldiek is szállodában töltik a karácsonyt, ez lett az egyik legkeresettebb időszak. A hotelekben karácsonyi dekoráció mellett karácsonyi programokkal és menüsorral készülnek a vendégeknek, mondta. A múlt hétvégén 2 napon át élelmiszeradományt gyűjtött a Magyar Vöröskereszt, melyhez a Baranya megyei szervezet is csatlakozott. Azóta az összegyűlt egyenként 5000 forint értékű tartós élelmiszer átadása is megtörtént. Pécsett idén az első osztás alkalmával 40 rászoruló család kapott ajándékcsomagot karácsonyra. Az egyik hátrányos helyzetű megajándékozott 44 000 forintból él, ebből 40 000 albérletre megy el. Egyedül él, a legnagyobb gondja az élelmezése. Nagyon hálás a Vöröskereszt segítségéért. Már többször volt része különböző támogatásban. Én hát személyesen nagyon örülök, mert ezt meg kéne venni, akkor ez egy nem olcsó. Tehát igazából nekem ez egy segítség a napokat lebontva. Egy másik érintettnek a férje gyógyíthatatlan beteg, és ő maga is le van százalékolva. Albérletben élnek, kettőjüknek 71 000 forint a jövedelme. Az asszony most először kap támogatást a Vöröskereszt Baranya megyei szervezetétől. 80%-ra leszázalékolták, de pénzt ezért nem kap. Mivel nincs meg az utolsó 10 évben a megfelelő idő, munkaidőszak, ezért nem kap csak 27 000 forintot, én kapok 44-et rokkantságit, már 20 éve rokkant vagyok. A múlt hétvégén Pécsett és a megyében összesen 7 nagy bevásárlóközpontban gyűjtöttek a megyei szervezet munkatársai és önkéntesei. Az idei gyűjtésből először Pécsett a Dobó István utcai székhelyükön adtak át 40 rászoruló családnak tartós élelmiszer adományt 5-5 000 forint értékben. Mi a családvédelmi és a szociális irodákon keresztül juttatjuk el a rászoruló családok részére, tőlük kapjuk mindig a címlistákat, és ők küldik ki a meghívókat is a mi rendezvényeinkre, ahova várjuk a családokat. Az adománycsomagban többek között tartós élelmiszer, édesség, liszt, cukor, olaj, alapvető élelmiszerek, mosogatószer voltak. A megyei szervezet folyamatosan osztja Baranya megyében is az összegyűlt adományt.
A pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola és Gimnázium Zsank nevű csapata lett az első az immár hetedik alkalommal meghirdetett pénztár hazai és külhoni magyar középiskolák pénzügyi, gazdasági és vállalkozási versenyén. A Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében rendezték az országos döntőt. Az öt csapatos döntőben is változatos feladatokat kellett teljesíteniük a versenyzőknek. Egy újonnan induló befektetési alap portfólióját kellett például összeállítaniuk, és egy kördiagram segítségével bemutatniuk, megindokolva annak eszközosztályok szerinti megoszlását. Idén második alkalommal rendezték meg a Kodály Talent elnevezésű eseményt. A tehetségkutatót négy pécsi kollégium szervezte. A döntőben 14 tanuló állt színpadra, többek között énekes, zenés és táncos produkciókkal. A verseny végén arany, ezüst és bronz minősítésben részesítették a diákokat. Énekes, zenés és táncos produkciókat láthattak azok, akik ellátogattak a Kodály Talent elnevezésű rendezvény döntőjére. Az idén második alkalommal megrendezett tehetségkutatóban pécsi kollégiumokban lakó tanulók vettek részt. A diákotthonokban szervezett egyéni selejtezők után most minden intézményből 5-6 versenyző állt színpadra. A szervezők szerint a megmérettetés célja kettős. Amikor engem megválasztottak kicsivel több mint egy éve, akkor kettő fontos célt tűztem ki magam elé, és ezt mindig hangsúlyozom, hogy a jótékonykodás és a tehetséggondozás, ami kollégiumunk diákönkormányzatának elsődleges célja. És tavaly ugye, amikor először összehívtuk ezt a Kodály Talentet, akkor a tehetségek felkutatása, ápolása volt a cél, és ezt folytattuk idén is. A 14 döntős produkciót egy 4-tagú zsűri értékelte. A bírák között foglalt helyet a tavalyi verseny győztese is, aki zongora játékával érdemelte ki a díjat. A por fiatalkora ellenére már darabok komponálásával is foglalkozik, idén pedig nagy örömmel vett részt a zsűrizésben. Tavaly beneveztem erre az elsőként megrendezett versenyre. Kíváncsi voltam, hogy mi lesz, nem gondoltam egyáltalán, hogy nyerni fogok. De hát így alakult, hát nagyon örültem neki elsősorban, és idén is szerettem volna jelentkezni, de nem engedtek, mert hogy valószínűleg megint csak nyertem volna. Úgyhogy most így tudok helyet foglalni a zsűri közt. A fellépő diákok arany, ezüst és bronz minősítést kaptak a verseny végén, egy tanuló pedig a közönségdíjat kaphatta meg. A döntősök egyébként a Gandhi, a Református, a Ciszterci és a Kodály kollégiumból vettek részt a megmérettetésen. 53 közfinanszírozott egészségügyi intézmény szülészetét fejlesztik 3,3 milliárd forintból, jelentette be az Emberi Erőforrások minisztere csütörtökön Budapesten. Kásler Miklós kiemelte, a kormány összesen 10 milliárd forintot fordít család- és bababarát szülészetek kialakítására. Első körben 6,4 milliárd forintból 44 kórházat fejlesztettek. A mostani második pályázati körben 10 fővárosi és 43 vidéki kórház infrastruktúrális fejlesztéseit, illetve eszközbeszerzéseit finanszírozzák állami forrásból. A miniszter közlése szerint a pályázat egyetlen feltétele volt, hogy a fejlesztéseket össze kell kötni a képzésekkel is. Az anya és bababarát szülészeti ellátással kapcsolatos képzési rendszer fejlesztésére 100 millió forintot különítettek el. Egy női válogatott meszt és Neymar, valamint az összes csapattársa által aláírt Paris Saint-Germain meszt bocsátott licitre a pécsi sportolda ese, december 22-én pedig nemzetközi leánylabdarúgó tornát szervez. Az egyesület így próbál megsegíteni a tavaly balesetet szenvedett játékos Gergely Áron gyógykezelésének támogatására. A tavalyi jótékonysági tornán csaknem 600 ezer forint gyűlt össze. Bolboaka Augustin azt a videót mutatja éppen, amit Gergely Áronnal közösen készített. Az edző hetente meglátogatja egykori tanítványát, aki edzésre sietett tavaly szeptemberben, amikor elütötte egy autó. Áron olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy fél évig kómában volt. Tavaly több mint 500 000 forint gyűlt össze azon a jótékonysági tornán, amit a pécsi sportolda szervezett a kisfiú családja megsegítésére. A hadcsapatos lány tornára még Bukarestből is érkeztek focisták. Idén december 22-én lesz a torna, de addig is lehet licitálni két nem is akármilyen mezre. Jövő péntek délig van a határidő, és van egy magyar női labdarúgás olajt játékosok mezünk. Köszönet a Marco Edina szövetségkapitán, és van egy Paris Saint-Germain olajért játékos, minden játékos előtte Neymar, meg Cavani, meg a többiek, ami a Tom Kános, meg a Löw sört köszönhető került nálunk. Áront többször elhozta már édesanyja a sportoldába, ahol mindig kitörő lelkesedéssel fogadják. Idén a jótékonysági tornán már ő is ott lesz nézőként. A kezelés a legfontosabb, mert bekerülni ilyen klinika, ahová kicsit más segítséget fog tudni kapni, azért kellene az anyu segítség. Mellettem még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy 22-ig jönnek az emberek, és találkoznak az Áronnal. Szeretettel, az nem lehet pótolni semmivel.
A jótékonysági torna december 22-én délelőtt a csoportmérkőzésekkel kezdődik, 13 órakor lesznek a helyosztók. 14 óra 20 perckor a tervek szerint a Sportolda All Stars az MLS Baranya megyei igazgatóságának csapatával játszik gála mérkőzést. Ezután kapják meg a licit nyertesei a mezeket, majd 15 óra 15 perckor kezdődik a torna döntője. Pénteken tartják az országos vasutas véradónapot, melynek keretében 13 vasútállomáson lehet majd vért adni, írja közleményében a MÁV ZRT. A tájékoztató szerint a péntek 13-án tartandó véradáson az egészségügyi feltételeknek megfelelő vasutasokat, utasokat és civil lakosokat várják, akik hozzájárulhatnak az ünnepek alatti nyugodt, kiegyensúlyozott és folyamatos vérellátáshoz. A főváros mellett 12 vidéki helyszínen, így Pécset is megrendezik az eseményt. A véradáshoz kérik, hogy mindenki vigye magát a személyigazolványát, tajkártyáját és lakcímigazolványát. A régió híreivel folytatjuk. Szabadnapos rendőr mentett ki 7 embert egy lángolóházból Bonyhádon. A fiatal rendőr 2 barátjával épp egy bálból ment haza, amikor észrevették a hatalmas füsttel égő házat. Azonnal odarohantak és betörték az ablakokat, hogy felébresszék a bentalvókat. Összesen 7 ember életét mentették így meg. A tűz közben a szomszédos házra is átterjedt. A tragédia egy halálos áldozatot is követelt. Jöttünk hazafelé a műfházba lévő sportbából. Szabadnapja végén hajnalban hazafelé tartva vette észre a fiatal rendőr, hogy hatalmas füsttel ég a Bonyhádi ház. A barátaival azonnal futni kezdtek, hogy a szomszédos ingatlant megkerülve minél előbb az égő ingatlan udvarára érjenek. Az ablakok voltak kitörve, a füst jött kifelé az épületből. A Bonyhádi rendőr először betört egy ablakot, hogy felébressze a bentalvókat, majd ahogy csak tudtak, dörömbölni kezdtek. Bekiabáltunk, mire kijöttek az ott lakó személyek, akik nem is észlelték ezt a tűzesetet, és mindenkit kihajtottunk, kikísértünk az utcára. A rendőr közben a kollégáit és a tűzoltókat is felhívta telefonon, akik hamar a helyszínre érkeztek és átvették a tűzoltását. A fiatal egyenruhás azt mondja, a barátaival egy másodpercig sem gondolkodtak azon, hogy a telefonhívás előtt először a bajba jutottak, segítségére siessenek. Én lehet, hogy egy kicsit így a szakmából kifolyólag indultam ösztönösen, ők pedig jöttek utánam. Én őket úgy ismertem meg, hogy nélkülem is ez lett volna nekik az összönös cselekedetük. A tűzesetben egy férfi elhunyt, ő valószínűleg már megfulladt, mire a rendőr és a barátai észrevették a füstöt. A tragédiát valószínűleg egy gyertya okozta. Megbízható szaküzletben vagy internetes áruházban a gyerek életkorának, képességeinek megfelelő játékot szabad csak venni, így elkerülhető a csalódás vagy a baleset veszély, hívják fel a figyelmet szakemberek. A Tolna megyei fogyasztóvédők több veszélyes játékot kiszűrtek legutóbbi ellenőrzésük során. Azt mondják, a veszélyes játékok előfordulása az alkalmi árusítóhelyeken gyakoribb. Bármelyik játékot leveszem én a polcról, a legkisebb csecsemőjátékot is, akkor megtaláljuk rajta a CL jelölést, ami fontos, mert ennek a jelölésnek nem hozható forgalomba Európába. Fejfer Zoltán, a Neobaby baba felszerelési szakáruház szekszádi üzletvezetője éppen azt mutatja, mi az, amire mindenki oda kell figyelniük a vásárlóknak egy gyerekjáték megvásárlása során. Ha ugyanis hiányzik a CE jelölés, az eleve felveti, hogy a termék nem felel meg a biztonsági előírásoknak. Ezt és a 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára nem ajánlott tiltást, vagy az azt jelző szimbólumot is figyelni kell a termékeken, mint ahogy a játék elnevezését, gyártóját is, de egyéb szempontokat is érdemes figyelembe venniük a vevőknek. Nagyon fontos az, hogy hol vásárolok. Tehát ha egy olyan megbízható helyen vásárolom a terméket, ahol a későbbiekben bármilyen probléma fordulhatok, az mindenképp előny. Illetve, hogyha szaküzletben jönnek és szakirányú helyen vásárolják, ott tanácsot is tudnak kapni annak megfelelően, hogy melyik korosztálynak milyen játék való. A Tolna megyei fogyasztóvédők által vizsgált játékok közel 70%-a megbukott a legutóbbi ellenőrzésen. Egy összerakható játszószőnyegnél például azt állapította meg a laboratóriumi vizsgálat, hogy kisebb erő hatására is leváltak róla darabok, ami fulladást okozhat. A zenés gyerekjátékok pedig túl hangosak voltak, mondja Orosz Valéria, a fogyasztóvédelmi főosztály vezetője. Ebből a 4-ből 2 akusztikus játék volt, ami azt jelenti, hogy ott annál az előírtnál
hangosabb volt a játéknak a működése, ami azért nagyon nagy baj, mert ha tartósan használja a gyerek, és hát ugye ezeket tartósan használják a gyerekek, akkor ez esetleg halláskárosodást okozhat. 2016 és 2019 között a fogyasztóvédelem 403-féle gyermekjátékot vizsgált meg, ezek 39%-a nem felelt meg az előírásoknak. Több fontos mérföldkövön van túl a két új paksi blokk megépítését koordináló projekttársaság. Zajlik az engedélyezés legkomplexebb folyamata, a létesítési engedélykérelem dokumentációjának összeállítása. Az engedélyezés után a létesítésre fókuszál Paks 2 ZRT, illetve ezzel párhuzamosan készül a majdani üzemeltetésre, mondta el az évet értékelve Lenkei István vezérigazgató. Jelentős előrehaladás történt az engedélyezési dokumentáció feldolgozásában, több fontos tender eredménnyel zárult, februárban átadták a felvonulási épületek áramellátását biztosító transformátorállomást, nyáron pedig elkezdődött az első felvonulási épületek megvalósítása is, azaz jól halad a projekt, amelynek eredményeként nemzetközi együttműködésben korszerű atomerőművi blokkok épülnek Pakson, értékelte az évet a Paks 2 vezérigazgatója. Elmondta, 400 engedéllyel rendelkezik a projekt, a szakemberek a létesítési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció értékelésén, összeállításán dolgoznak. Az engedélyezési eljárás igen szigorú és összetett, folyamatos párbeszédet, egyeztetést igényel a fővállalkozóval, hatósággal. A cél az, hogy olyan dokumentáció kerüljön 2020. június végén az Országos Atomenergia Hivatal elé, amely garantáltan megfelel a magyar és nemzetközi elvárásoknak. Ellentétben más országokkal, például Finnországgal, nálunk a dokumentumot, ugye, mint engedélyes, Paks 2 adhatja be. Nem adhatja be a fővállalkozó, de a fővállalkozó készíti. Nyilvánvalóan koprodukcióban velünk. Tehát nekünk ebben az engedélyezési munkában az egyik legfontosabb szerepünk az, hogy mielőtt beadjuk, akkor ellenőrizzük és biztosítsuk azt a biztonsági, szakmai, műszaki színvonalat a dokumentációnál, amire biztosak vagyunk mi, mint mondjuk így belső hatóság, hogy ha a rendes hatósághoz, tehát az OAH-hoz és az egyéb szakhatóságokhoz bekerül a dokumentum, akkor garantáltan el fogják fogadni. A Paks 2 ZRT az engedélyezés után a létesítésre koncentrál, illetve felkészül a majdani üzemeltetésre, mert a Paks 2 ZRT feladatkörébe tartozik az új blokkok üzemeltetése is. Lenkei István hangsúlyozta, a különböző feladatok különböző szakembergárdát, szervezeti felépítést igényelnek. A feladatokkal összhangban változó szakemberigény kiszolgálása érdekében is jelentős lépéseket tette 2019-ben. Lenkei István hozzátette, a küszöbön álló esztendő is sok szép feladatot tartogat a kollektíva számára. Közös karácsony várógála estet tartottak a dombóvári és Dombóvár környéki nemzetiségi önkormányzatok. A már hagyományos adventi programot a dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat szervezi meg minden évben. A Magyarországi Horvátok Szövetségének elnöke szerint pedig példaértékű és ritkaság számba menő az az összefogás, amit a dombóvári nemzetiségi önkormányzatok végeznek. Pécsi horvát nemzetiségi általános iskolások is felléptek a dombóvári nemzetiségek adventi gálaműsorán. A helyi Apáczai Csere János szakgimnáziumban megtartott rendezvényt a dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat szervezte meg, és meghívták a német és a roma képviselőket, valamint a dombóvári örmény egyesület tagjait is. Ez itt már hagyomány. Az én családom abszolút monarchista családnak mondani, ami nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert apajában horvát származások vagyunk, anyajában. Hogy apajában horvát, anyajában német származások, rengeteg magyar keveredéssel, tehát az, amit az monarchia annak idején megvalósított, azt tulajdonképpen visszük tovább, és ezeknek az emlékeknek, érzéseknek, identitásnak a megérzése érdekében teszünk meg mindent. A gála esten Dombóvár polgármestere is részt vett. Ő ünnepi köszöntőjében arról beszélt, hogy a nemzetiségi önkormányzatok már eddig is sokat tettek a városért. És nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a köszöntőben kiemeltem, hogy vannak emberek, akik sokat dolgoznak azért, hogy a mai este létrejöhessen, és ezért is szerettem volna név szerint köszönteni a nemzetiségi önkormányzatok elnökét. A Magyarországi Horvátok Szövetségének elnöke pedig azt emelte ki, hogy ritka, ugyanakkor példaértékű, hogy a különböző népeket és népcsoportokat képviselők együtt ünnepeljenek karácsonyt várva. Látható különböző kultúrájuk,
programokat, minden kisebbség előadta maga hagyományait, főleg tanuló táncban, versben, és én nekem ez nagyon tetszett. Tehát az a jellemző, hogy inkább saját magunknak készítjük programokat, nemzetiségünkkel külön, de a mi programunk együtt ritkában fordulunk. A dombovári gála es során a helyi horvát önkormányzat által idén alapított díjakat is átadtak. Idén hárman vehettek át elismerést a közösségért végzett munkájukért. A régió hírei után fontosabb baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. 60 éves a pécsi hőerőmű, emlékezés a múltra, bepillantás a jövőbe a fenntarthatóság jegyében. 40 család kapott tartós élelmiszert, folyamatosan osztja a Vöröskereszt a gyűjtött adományt. 14 pécsi tanuló lépett színpadra a Kodály Talent döntőjében, cél a tehetséggondozás. Neymar és csapattársai is segítenek a balesetet szenvedett fiú egyesületének, licitálás a mezekre. Pinteken kezdetben keleten, északkeleten eshet még, majd a nap második felében estére kiadós eső érkezhet a Dunántúlra. Havas eső, hó legfeljebb a hegyekben hullhat. A déli délkeleti szél élénk, főként északnyugaton erős, néhol viharos lehet. Délután 3-10 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!